Belül a kardiológia költözik át az új épületben, hiszen a zöld épületnek a rekonstrukcióját is meg kell kezdeni az ütemterv szerint. Ezt az április 23-át nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ahogy a beteg ellátási osztályok elkezdenek költözni, onnantól már nagyon pontosan be kell tartanunk minden ütemezést, hiszen a műtétek ütemezése, beteg előjegyzések ütemezése az nem csúszhat, az adott meghatározott időpontban lehet csak megvalósítani. A zöld épületben is kaptam munkaterületet, tehát ott elkezdtük a harmadik és a második emeleten a voltású munkálatokat, tehát az is folyamatosan, és a személyzeti műtőnek a rekonstrukciója is folyik, tehát az meg 10-én látható.